A Hargita megye tanácsa főszervezésében létrejött workshopon számos hazai, magyarországi és európai jó példa hangzott el. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, aki a régiók bizottságának tagja, a székelytermék mozgalmat ismertette, és megfogalmazódott egy interregionális csoport létrehozása, amely a fenntartható uniós élelmiszerpolitika témája köré épül, különös hangsúlyt fektetve a hagyományos és helyi termékek előállításának fejlesztésére, a helyi kistermelők támogatására. A workshop moderátora Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, felhívta a figyelmet, hogy a pulpituson helyet foglal az Anna Panna névre keresztelt székelybaba is. Elmondta, egyre fontosabb a fenntartható gazdálkodás és a fenntartható élelmiszer ellátás és az Interreg csoport létrehozása is egy lépés ebben az irányban. Több okból is fontosnak tartom a mai hargitai, székelyföldi, erdélyi jelenlétet az Európai Régiók Bizottságában. Elsősorban azért, mert az európai legjobb gyakorlatok megismerésével rengeteget tehetünk az amiatt, hogy otthon jobban, könnyebben, hatékonyabban tudjuk megszervezni a tevékenységet. Elsősorban a mezőgazdasági tevékenységet, a gazdáknak a tevékenységét. Nyilván, hogy a fordítottja is érvényes, nem tudunk támogatást szerezni a saját célkitűzéseinknek, a saját javaslataink mellé, nem tudunk támogatókat odaállítani, hogyha nem ismernek bennünket itt Brüsszelben, Európában. Ezért az, hogy a Hargita megye tanácsa már sokat szóra van jelen az Európai Régiók Bizottsága által megszervezett nyílt heten, az nagyon fontos. Ide kell jönni az Anna Panna babával, a székely termékekkel, a székely ennivalóval és innivalóval, és ezáltal is, de célkitűzéseink által is be kell mutatkozzunk itt Brüsszelben. És ha van egy olyan vörös vonal, ami végig vezette a mai előadásokat, akkor az minden bizonnyal a társulás fontosságáról szóló vörös vonal, akár termelői társulásokról, akár értékesítési társulásokról beszélünk, vagy egyáltalán azokról a modellekről, amelyek Európában sikeresek, például Dél-Tirolban, Magyarországon, máshol, ahol működik a helyi gazdaság, ahol működik a helyi gazdáknak a támogatása sikeresen, ott mind-mind a társulásról szólnak ezek a modellek, tehát nekünk sem kell a spanyol viaszt föltalálni, hanem életbe kell léptetni mindazt, amit Európából tanulhatunk, és ami jó, és ami mellé európai támogatást is tudunk szerezni. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke előadásában az Építsünk biztos jövő stratégiát ismertette. Hargita megye tanácsa középtávú gazdaságfejlesztési programjának egyik fő prioritása a minőségi élelmiszer termelés támogatása, ebben a tekintetben pedig a helyi erőforrások maximális kiaknázása. Mindez ötvözve a helyi turizmus fejlesztésével, valamint a vállalkozói szellem növelését célzó programokkal. A székelytermék mozgalommal kapcsolatosan rövid összegzést adott az eddigi eredményekről. Eddig 109 termelőnek ítélték oda a székelytermék védjegyet, összesen 836 termékre, élelmiszertermékekre, kézműves termékekre, szellemi termékekre és ipari termékekre. Havonta megrendezik a hagyományos termékek vásárát, valamint a tavaszi, őszi és karácsonyi nagyvásárt. Erről bővebben Márton István Hargita megye tanácsa a Vidékfejlesztési Egyesületének vezetője számolt be a jelenlevőknek. Az interregionális csoport létrehozásával kapcsolatosan Borbély Csaba kiemelte, az EU jogszabályokban minél hangsúlyosabban jelenjenek meg a helyi termelők érdekei, valamint olyan intézkedések előremozdítása, amelyek segítik a minőségi, hagyományos termékek előállítását, illetve értékesítését. Örvendek, hogy itt ma a Régiók Bizottságában, a Régiók Hete keretében, ez Európai Unió legnagyobb rendezvénye, amelyik a régiókat és a városokat érinti. Egyik leglátogatottabb, legkiemelkedőbb eseménye volt a Go Local névre hallgató kezdeményezésünk, amely keretében az egészséges táplálkozásra hívtuk fel a figyelmet, és a helyi termelők segítésére érdekében, a helyi összefogások támogatása érdekében, az uniós jogszabályok a helyi termelőkhöz való jobban való odaigazítása érdekében javasoltuk egy régióközti csoportnak a létrehozását, egy intergroupnak, ami egy testület a Régiók Bizottsága keretében, amely az uniós jogharmonizációs, illetve jogalkotási folyamatban igenis vállalhat szerepet.
Jó volt hallani az Európa Parlamenti képviselőktől, hogy ez hasonló törekvések mentén dolgoznak az Európai Parlamentben is. Tehát ha a Régiók Bizottsága és az Európa Parlament összefog, akkor azt gondolom, hogy ilyen szempontból néhány év múlva ennek látható hatásai lesznek. Én köszönöm a testvérmegyeinknek és azoknak az előadóinknak, Dél-Tirol elnökének, a román delegáció tagjainak, a magyarországi testvérmegyeinknek, és mindenkinek, aki eljött és értékes gondolatokat osztott meg. Bízom benne, hogy most is Hargita megye jó szerepelt, egy jó eseményt hoztunk össze, látható mögöttem a nagy érdeklődés utána a székely termékek kóstolásában, és jó volt hallani, hogy itt már Brüsszelben keresik, hol vannak a székely termékek. A folytatásban Daniel Budá, EP képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja szólalt fel, majd Pácai György, az Európai Parlament szakértője, és Robert Sorin Negoice, a Régiók Bizottsága romániai delegációjának elnöke kapott szót. Ezt követően magyarországi jó példákat ismertettek Hargita megye testvérmegyei közül. Előadást tartott még Alin Adrián Nică, a KOR romániai delegációjának tagja, és Arno Compascher dél-tiroli jelentéstevő, aki nagyon pozitívan értékelte az interregionális csoport létrehozását. A workshopon elhangzott annak fontossága, hogy az EU-s döntéshozatal figyelmét fel kell hívni, hogy a hozzánk hasonló kistermelők számára az előnyök legyenek biztosítva. A workshop után a székely termékeket meg is kóstolhatták a résztvevők. Nagy sikernek örventek a házi készítmények, sajtok, ízletes kenyér, tepertő és zakuszka, valamint a szörpök és lekvárók. Borbély Csaba megyei tanácselnök köszönetét fejezi ki a csapatnak, akik segítettek a workshop megszervezésében és lebonyolításában, illetve a székely termékek feltálalásában és azok bemutatásában.